Szeptember 20-án pénteken nyílt tálat a művésztelepeken alkotók műveiből. A tálatot Tompazi Mihály nyitotta meg, aki köszöntötte a magyar és a más országokból érkező vendégeket is. Szabó Zsolt 60 polgármestere beszédében elmondta, hogy hálás a művészeknek, akik alkotásaikon keresztül vissza tudják adni a látottakat, így megajándékozva azokat, akiknek nem adatott meg ez a tehetség. Ezek a művek, melyek itt maradnak városunkban, és továbbra is kedvességet, örömet fognak nekünk okozni, ezek a művek olyan képek, olyan művészeti alkotások, melyek öregbítik városunk hírnevét. Idén 60-ban folytatódott az Art Camp. Az egyhetes nemzetközi művésztelepen holland, török, székely és magyar alkotók dolgoztak együtt. A tábornak a Művelődési Ház és a Múzeum udvara adott otthont, azonban a művészek nem csak 60 értékeit ismerhették meg, ellátogattak a környező településekre, így például ihletet szerezhettek Boldogon és Turán is. Az Art Camp elsődleges célja az volt, hogy a kultúra és a művészetek segítségével tovább erősítsék a testvérvárosi szálakat. A tavalyi Maslice-i esemény folytatásaként a művészek 60-ban dolgoztak egy hétig, közben megismerhették a település és környékének értékeit. A hét során készült alkotásokat állították ki a 60-i galériában, amelyeken kizárólag olyan motívumok vagy érzések vannak, amelyekkel az itt töltött idő alatt találkoztak a művészek. Pontosan itt egy kicsit odébb lehet látni Ellének a képeit, aki olyan képeket hozott létre, és a harmadik nap után azt mondta, hogy itt nem kell tudni idegen nyelven beszélni, ő nem idegen helyen van, mindenki érti a másikat, holott több országból érkeztek az alkotók. Mátyási Gábor azt is hozzátette, hogy a művésznő a múzeum lehullott darabjaiból is készített egy alkotást, ezzel is maradandóvá téve a várost és annak változásait. Maga Mátyási Gábor is aktív részvevője volt a művésztelepnek, alkotásaival a tavalyi holland Art Campen is képviseltette magát. Az Art Camp megalkotója Jobb Vasszié nagyon büszke a testvérvárosi kapcsolatokra, és arra is, hogy magára a kiállításra is ilyen sokan érkeztek. Hosszú évek óta van összekötetés, csatokban is közreműködtem. Ennek kapcsán jött az ötlet 2008-ban Kézdivásárhelyen, hogy egy közös projekt útján elindítsuk itt 60-ban is ezt az új programot. Szerencsére nagyon pozitív volt a fogadtatás, így elindulhatott idén is az Art Camp, és bízok benne, hogy a jövőben is így lesz. Számos művész tette tiszteletét a kiállítás megnyitón. A közönség sorai között találkozhattunk holland és magyar alkotókkal is, akik büszkén képviselték a művésztelep azon résztvevőit, akik nem tudtak a pénteki megnyitón megjelenni. A kiállítás során diavetítést tartottak azokról a tehetségekről, akik jelenlétükkel emelték az Art Camp színvonalát, és alkotásaiban megörökítették az itt töltött idő impresszióit.